Szeretettel köszöntöm a kedves tévé nézőket. A mai napi gondolatunk Márk evangéliumához kötődik, a 12. fejezetből a 18-tól a 27. versig. A szaduceusok provokálják Jézust ebben a szentírási szakaszban, ez derül ki. Ők Szádok főpap leszármazottai voltak, akik tulajdonképpen egyfajta szertartásért, illetve rendért voltak felelősek. Azonban a föltámadással kapcsolatban nem volt tiszta képük, tulajdonképpen ők úgy tartották, hogy ebben a világban kell megélni az Istennek a jóságát, a szeretetét, a boldogságot, és tulajdonképpen ők a túlvilági léttel, a föltámadással nem foglalkoztak. Nem lehet szó szerint azt mondani, hogy azt tagadták, de mindenféleképpen nagy kérdőjelet tettek mellé. És ezért is a kérdés Jézus felé, hogy a feltámadás után, ha ugyan van feltámadás, teszik föl a kérdést, akkor az asszonynak, akinek volt 7 férje, utána kié lesz, kihez fog majd tartozni. Jézus megfelel nekik, és azt mondja, hogy amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok. Illetve Mózesre is utal, és azt mondja, hogy Isten nem a halottak, hanem az élőknek az Istene. Tehát Jézus a tanításával, az életével, a feltámadásával megmutatta, hogy a földélet után igenis, hogy van föltámadás, van túlvilági élet, és pontosan Mózesre utalva, hogy onnan is világos a tanítás, hogy igenis az élők Istene, tehát a halálunk után az Ószövetségből is kimutatható, hogy van élet. Ebben mindannyiunknak része lehet, hogyha Jézusnak a tanítását követjük, az ő szeretetében járunk és élünk, ebben teljesedik ki az életünk, akkor igenis, hogy a halálunk után az Isten szeretetében élhetünk, ahogy Jézus képnyelven mondja, olyanok leszünk, mint az angyalok. Ezért fontos, hogy Jézus tanítását nagyon komolyan vegyük. Köszönöm a figyelmet!